Gender. A társadalmi nem fogalma egy kiegészítés a biológiai nem fogalmához. A biológiai nem, angolul sex) a testi sajátosságokra vonatkozik. A társadalmi nem, angolul gender, pedig a nemi szerepelvárásokra, illetve a nemi sztereotípiákra vonatkozik. A gender elmélet alapvetően arra a kérdésre keresi a választ, hogy a biológiai valóságból mi következik a társadalmi nemre vonatkozóan. Mivel ez sok szempontból kapcsolódik más társadalmi kérdésekhez, mint például az LMBT jogok, vagy a különféle társadalmi vagy fai megkülönböztetések, ezért gyakran erős reakciókat vált ki. Számos nyugati országban megjelentek olyan konzervatív és részben fundamentalista mozgalmak, amelyek a politikai korrektségben és a gender, illetve társadalmi igazságosság kérdéseiben látják a legnagyobb fenyegetést, ezért szerveződni kezdtek ezek ellen. Saját támadások szerint, erre szükség van a szólásszabadság és a polgári szabadság védelmében. Mivel a vallásokon belül is nagyon sokféle irányzat és hozzáállás létezik, ezért a továbbiakban csak pár domináns és érdekes vallásos attitűdre fogok fókuszálni, ami a nemi szerepeket és a nemek közti egyenlőséget illeti. A buddhizmus célja a megvilágosodás elérése, és hitük szerint ez nem től függetlenül bárki számára megvalósítható megfelelő gyakorlás után de ugyanakkor természetesnek tartják a nemek közti megkülönböztetéseket. A buddhista hagyomány szerint Buddha kiváló elemző képessége révén érzelmektől és politikai manőverektől függetlenül jutott arra a következtetése, hogy szükséges különbséget tenni a nemek közt a nők anyaságra való képessége miatt. Az első szerzetesi rendekben kizárólag férfiak vehettek részt, mert nagyobb veszteségnek számított, ha a nők hagyták el a családjukat a szerzetesi élet érdekében. A buddhizmusban a szerzetesi rend hierarchiája, az elköteleződés, azaz a szerzetesi rendbe való belépés szerinti sorrend alapján van meghatározva. Tehát a korábban belépett szerzetesek fejjebb állnak a hierarchiában. Hasonló alapon, mivel a női szerzetesi rendek történelmileg később alakultak, ezért ezek alá vannak rendelve a férfi szerzetesi rendeknek. Maguk a hagyományos buddhista szövegek azonban néha egyenesen bosszantóan nem egyértelműek a kérdésben bár találunk ugyanőkről elismerően szóló, mint erőteljesen nő ellenes részeket is, néha akár ugyanazon szövegén belül, de ezek egyike sem jelent végleges állásfoglalást a kérdésben. Azokban az országokban, ahol a buddhizmus rég létezik, mint például Japán, a vallás erőteljesen férfi centrikus. De ugyanakkor a modern alapítású nyugati buddhista irányzatok, mint például a Gyémánt út, nevű karmakagyű, azaz tibeti buddhista irányzat sem mentes a konzervatív és férfi-centrikus szemlélettől. A mozgalmat egyesek kritizálják az elavultnak számító nemi szerepekről szóló tanításai miatt, illetve a heteroszexualitás és a férfi illetve enyhén homofób megnyilvánulásai miatt. Bár a mozgalom maga neo és modernnek számít, de a tanítások tartalma nagyon is hagyományos. Tanításuk a világi hívők számára a heteroszexuális párkapcsolatok fontosságát hangsúlyozza, és lehetőséget ad a nyitott házasságok gyakorlására is. De mindezt erőteljesen macsó és férfiaknak kedvező kereteken belül. Szerintük a boldog életnek része az örömteli heteroszexuális kapcsolat, és a mozgalmat népszerűsítő előadásaik gyakran tartalmaznak szexuális töltetű utalásokat, vagy akár pajzán vicceket is. Sok hasonló, alternatív és egzotikus spirituális mozgalomhoz hasonlóan a Gyémant út is a nyitott és egyenlőnek hirdetett szexuális szabadosság közepette, gyakran szexuális bántalmazás vágyával együtt létezik. A zsidó valláson belül több irányzat létezik, melyek közül a legfontosabb választóvonal az ortodox, azaz hagyományos, illetve az úgynevezett neológ, azaz haladó szellemiségű zsidó mozgalmak. Ezeken belül a nemi egyenlőség és identitás kérdését az adott közösségek eltérő módon kezelik, a hagyományos elképzelés szerint más és más jogai és kötelességei vannak a férfiaknak és a nőknek. Az ortodox és a konzervatív irányzatok szigorú szabályok szerint különítik el a férfi és a női szerepeket és tereket a közösségen belül. Egyedül a progresszív zsidó közösségek törekednek arra, hogy biztosítsák a nemi egyenlőséget tagjaik számára. Maga a nemi identitás és a nemi egyenlőségi kérdése igen kényes kérdésnek számít a valláson belül. A legszigorúbb szabályok szerint az ortodox zsidók élnek, de még a modernnek számító neológ irányzaton belül is a nők fel vannak mentve, azaz nem gyakorolhatnak bizonyos vallási szertartásokat, mint például a napi háromszori imádkozás, az imasál és az imaszi használata, illetve a tóra elé járulni. Utóbbi azért fontos, mert ezáltal a nők ki vannak zárva a vallási vezetői szerepből is. A hagyományos elképzelés szerint a nők nem számítottak önálló lénynek, akinek jogai vannak, hanem egyenesen vagyontájnak minősültek. Ezért a nőkre vonatkozó törvények a tulajdon védelméről szóló törvényeket tükrözik. Mint például a tizedik parancsolat, mely tiltja a más tulajdonára és egyben más feleségére való várgást. Az ortodox közösségeken belül a nemek szigorúan el vannak választva egymástól. A nők külön a karzaton, a hátsó sorokban és sokszor függönnyel vagy ráccsal elválasztott helyen tartózkodhatnak csak a zsinogógában. Mindezek alapja a hagyományos zsidó törvényeken, az úgynevezett halakán alapszik, melyben a nők a törvény tárgyai, nem pedig alanyai voltak. A halaka a zsidó vallási törvények együttese, amely az írásbeli és az orális tórából származik. Magyarán a nők és a férfiak nem egyenlők a zsidó vallási törvény szerint. A hagyományos értelmezés tagadja, hogy ez megkülönböztető lenne, mert szerintük a különböző nemeket érintő szabályozások célja az élet fenntartása és a kapcsolatok elmélyítése. Ez szerint az elképzelés szerint a női és férfi szerepek eszenciálisak, azaz mindkét nem rendelkezik egy adott készség és képességkészlettel, amely megkülönbözteti őket, és ez az identitásuk lényegét képezi. Ezen belül a férfiak foglalkozhatnak a vallási szabályok tanulmányozásával, míg a nők a gondoskodó feladatokat látják el. Ezek a feltételek szükségszerűen hierarchikusak és kizáróak, ezért a hagyományos értelmezés szerint ebben nincs helye olyan modern gondolatoknak, mint a feminizmus vagy a nyitottság és az egyenlőség gondolatai. A zsidóságon belül a progresszívnek számító úgynevezett reformmozgalmak azok, melyek konkrét lépéseket tesznek, hogy biztosítsák, úgy a férfiak, mint a nők azonos módon gyakorolhassák a vallás rituáleit. Ezek engedélyezik egyedül a nők a rabbiként, azaz vallási vezetőként való tevékenységét. Egyes progresszív vezetők figyelnek arra is, hogy a liturgiákban használt nyelvezet semleges legyen, és ne használjon nemek szerinti megkülönböztetést. A keresztények Jézus tanítása és példamutatása alapján csak két viszonyrendszert ismernek el, Isten és ember, illetve ember és ember közti kapcsolatot. Ezen belül elvileg nem tartják fontosnak az egyéni megkülönböztető jeleket, mint például a nemi hovatartozás, hanem csak is az emberi lét és annak megélése a fontos. A legtöbb keresztény irányzat kiemeli, hogy Krisztusban, vagy Isten jelenlétében mindenki egyenlő. Előbbi inkább a katolikus hívők szóhasználata, utóbbi a protestáns irányzatoké. Viszont a gyakorlatban minden keresztény irányzat egyértelmű nemi hierarchiát állít fel. Elképzelésük szerint a nemi különbségek Isten által teremtettek, és a két nem egymásra utoltságban él, mert csak is így képesek megélni az ideális emberi viszonyt. Hitük szerint ez csak is házasságban történhet. Ezen belül pedig a férj Istentől kapja a ház feje szerepét, és a feleségnek kötelessége ennek engedelmeskedni. Az ideális férj anyagilag gondoskodik a családjáról, és nem zsarnok. A férfi felelőssége a döntések meghozatala ezért az apa, illetve a férj, akár érvénytelené teheti a lány, illetve a feleség fogadalmát is. Gyakran idézett a bibliai útmutatás, miszerint az asszony feje a férfi, ahogy a férfié Krisztus, Krisztusé Isten. Első Korintusziakhoz 11.3 A kereszténységen belül a zsidó valláshoz hasonlóan a hagyományos, vagy ortodox irányzatok, mint például a katolikus egyház vagy az ortodox kereszténység, nem engedélyezik a nőknek a vallási vezetői szerep betöltését. Tehát a nők nem lehetnek papok vagy tanítók az egyházon belül. Ezt csak a később kialakult, progresszív protestáns irányzatok teszik lehetővé a hívők számára. Ugyanakkor nem mindegyik modern irányzat ilyen haladó szellemiségű. Vannak olyan karizmatikus vagy baptista irányzatok, melyek még a katolikus vagy ortodox irányzatnál is szigorúbb nemi alapú elkülönítést gyakorolnak. Ez pedig tükröződik, úgy a vallási, mint a hívők mindennapi életében is. A hinduk hite szerint nem vagyunk azonosak a testünkkel, hanem örök lelkek vagyunk, melynek nincs nemi jellege. De ugyanakkor, mivel az emberi testben levő lélek emberi társadalmakban kell éljen, ezért mindenkinek szigorú és jól körülhatárolt nemi szerepek szerint kell élnie. Szerintük ez nem megkülönböztetés, hanem az eltérő test természetéből eredő sajátosság. Ennek alapja szerintük a gyereknemzésben elfoglalt különböző szerep. Hiszik, hogy a női test törékenyebb, ezért a nők életük végéig fokozott védelemben kell részesüljenek a férfiak, apa, férj, lelki tanítomester, fiúgyermek részéről. Függetlenül a magyarországi hinduk által hirdetett, és az európai ízlésnek talán jobban megfelelő hivatalos állásponttól, magán a hagyományos hinduizmuson belül, erőteljes, teológiai alapú nem hierarchia létezik. Ez szerint a nők eredendően bűnösek és alsóbrendűbbek a férfiaknál. Ez az úgynevezett pativratja elf, mely szerint a nőnek minden körülmények közt alázatosnak és teljesen odaadónak kell lennie a férjével. A misztikus értelmezés szerint a feleségnek istenként kell imádni a férjét. Hitükben ez a világ természetes és elrendeltetett rendje a tökéletes feleség példaképe, Szita, Ráma Isten házastársa. A legenda szerint Szita feladta az életét a palotában, hogy az erdőben éljen Rámával, az ő minden hatóságára bízva magát, még akkor is, amikor Amaz igazságtalanul bánt vele. Hitük szerint a férj és a feleség egy, de a férj a felsőbbrendű. A köztük levő kapcsolatot a mag és a föld analógiájával írják le. Ebben a férj a mag és a feleség a föld, és bár mindkettő szükséges, de ugyanakkor a mag értékesebbnek számít. Ezt és az ehhez hasonló elveket használják gyakran indoknak arra, hogy a nőktől megtagadják bizonyos vallási ritusokban való részvételt. Valamint ezen hagyomány alapján jött létre az úgynevezett sati vagy szuté gyakorlata, mely egy áldozati rituálét jelent. A kifejezés a jó feleség szinonimájaként jelenik meg egyes szent szövegekben. Ennek során az özvegy a férje halotti mágiáján ülve áldozatot kell bemutasson, tehát gyakorlatilag öngyilkosságot kell elkövessen, hogy a férje iránti teljes odaadását bizonyítsa. A gyakorlatot az indiai kormány a XX. században illegálisan nyilvánította és bűncselekménynek minősítette ennek dicsőítését. Ezen kívül manapság nyugaton népszerűvé vált a hinduizmus úgynevezett tantrikus irányzata. Sokan ezt csupán a szexualitással azonosítják, de valójában az irányzat lényege az isteni egység helyreállítása. Elképzelésük szerint ugyanis a teremtés az ős egység megbomlásával kezdődött, melynek következtében a dolgok poláris ellentétekre estek szét. Így jött létre a világosság és a sötétség, a tudat és az érzéki világ, az én és a más, a férfi és a nő, az anyag és a tudat a tantrikus irányzat célkitűzése, ezek újraegyesítése, különböző gyakorlatok és rituálik által. Ezen belül a szexualitás nem az utód nemzése irányul, hanem szakrális jelentőséget kap, és melynek során a ferek arra törekednek, hogy a kezdeti isteni egységet helyreállítsák a kapcsolaton belül. Végül pedig fontos megjegyezni, hogy a hinduizmusban fontos szerepe van a toleranciának. Ezért mindezek a gyakorlatok és a társadalmi elvárások összessége gyakran ellentmondásra vezet. És ez nem csak a nyugati kultúrákban élő hinduk számára jelent problémát. Teológiai alapú feloldása az ellentmondásnak nem ismert. Az iszlám vallás sok nyugati ember számára a nők elnyomásának szemléletes példájává vált. De ugyanakkor léteznek értelmezések, melyek szerint a Korán és a muszlim hagyomány pont hogy korának leghaladóbb és legtöbb szabadságot biztosító vallása volt. Mivel az iszlámban nincs egyetlen egységes vagy központosított autoritás, ezért a vallás szent iratait és szabályait az egyéni vallási vezetők közvetítik a hívők felé, miután értelmezték azokat. Ebből következően nagyon sok értelmezési módra van lehetőség. Vannak, akik kiemelik, hogy az iszlám vallási törvények, saria, mennyire kedvezőek és igazságosak a nőkkel szemben. Illetve hogy a kinyilatkoztatásokban gyakran a teljes emberiség van megcélozva, mely magába foglalja mindkét nemet. Az iszlám szerint a férfi és a nő egyenlő, és azonos vallási kötelezettségeik vannak. Az iszlám szent könyve a Korán szerint a férfiak és a nők egymás testvérei. De ugyanakkor fontosnak tartják kiemelni, hogy ez semmiképp nem jelent azonosságot. Hitük szerint a két nemnek különböző készségei és képességei, illetve gondolkodásmódja van. Ezért a nemi szerepek, melyet a családon belül betöltenek, ennek megfelelőek. A férfiak elsődleges feladata a család anyagi és fizikai biztonságának megteremtése, mert hitük szerint az ő felépítése az, mely erre alkalmasabb. A nő családon belüli feladata az anyaság és a gyermekek gondozása és nevelése, és hangsúlyozzák, hogy ez nem kevésbé fontos. A házasságon belül a férfi és a nő kiegészíti egymást. Ezek az elsődleges feladatok a legfontosabbak. De az iszlám ezen belül megengedi például a nőknek, hogy dolgozzanak, ha ehhez van kedvük és energiájuk, de hitükben a nő eltartása mindig a férfiak feladata, legyen az az édesapjuk, a férjük, vagy a saját fiuk vagy más férfi rokonuk. A humanisták szerint a társadalmi nem gender, azok az életünk és neveltetésünk során elsajátított elképzelések összessége, meg különböző szabályokat és elvárásokat határoz meg a fiúk és a lányok számára. Ezek meghatározzák, ahogy az illető viszonyul a többi emberhez az élet későbbi felnőtt szakaszában. Ha a társadalom és a többi ember az illetőt elsősorban ezek alapján, az elvárások alapján ítéli meg, nem pedig az illető saját személye és tettei alapján, akkor a humanisták szerint ezzel azt az emberi lényt korlátozza a valós önkifejezésben, és végső soron a személyes szabadságában is. Ha bizonyos munkákat csak is nők vagy csak is férfiak végezhetnek, akkor ez sokszor káros megkülönböztetéshez és egyenlőtlenségekhez vezet. Mindez pedig nem az illető saját érdemei vagy teljesítménye alapján, hanem egy előítélet és kikényszerített szabályok alapján. A humanisták számára az emberek boldogulása az egyik legfontosabb elv, melyel ilyen korlátozások nem egyeztethetők össze. Ezen kívül a nemi szerepek által előírt viselkedés szabályokat Károsnak tartják az emberek lelki életére is. A humanisták szerint egy fejlett demokratikus társadalom az, melyben a nők produktív szerepet kapnak. Ennek részeként pedig nem csak arra van szükség, hogy a nők lehetőséget kapjanak mindenféle munkára, mert a magabiztosság és a tudás, amit egy-egy nő fel tud mutatni, változó lehet. Tehát szükséges a jog garantálásán túl a lehetőségek kiegyenlítése is. Máskülönben egyesek nem fognak tudni élni az elvileg garantált jogaikkal. Agasztónak tartják, hogy bár a nemek közti egyenlőség sok országban papíron megjelenik, de a gyakorlatban ez nem igazán működik. Gyakran azt láthatjuk, hogy gazdasági nehézségekre való reakcióként, vagy egyszerűen a családalapítás gyakorlati megfontolásai miatt még mindig természetesnek számít, ha a nő, az anya, adja fel a saját karrierjét és veszi magára a gyerekneveléssel járó feladatok többségét. Mindezt kevés társadalmi elismerés és rendkívül kevés anyagi jutalmazás mellett. A világon kevés országban láthatjuk példáját a férfiak és a nők szülői feladatainak kiegyensúlyozottabb megosztására. A természetesnek és egyesek által isteni eredetűnek tartott, hagyományos családi modell kimutathatóan hátrányosabb helyzetbe hozza a nőket. Ez igaz, nem csak általánosságban, de például egy krízis esetén még súlyosabbá teszi a nők helyzetét. Láthatjuk, ahogy a gazdasági válság esetén a nők veszélyeztetettebbek. Válság esetén a nők gazdasági helyzetét veszélyeztető, vagy a nőket hátrányosan érintő döntések kevés ellenállás nélkül, amúgy természetesen lépnek életbe. Ennek következtében nagyobb arányban sújtja őket a szegénység és a munkahely elvesztése, illetve a bizonytalan munkaviszonyok. Legutóbb pedig a koronavírus pandémia idején, amikor az otthoni oktatás feladata túlnyomóan továbbra is a nőkre hárult, annak ellenére, hogy az apák a korábbinál nagyobb arányban vették ki a részüket a feladatokból. A humanisták szerint ezek a körülmények elveszik a nőktől a saját létfenntartás és az önálló élet lehetőségét, mely minden embernek alapvető joga és szükséges a teljes emberi élethez. Bár a hagyományos családi életképét elsősorban az egyházak hirdetik, de ezek hatására sok helyen még a nem vallásos emberektől is hasonló alapokon nyugvó érvelést hallhatunk, a nők és a férfiak természetes szerepéről. A nem vallásos érvelésben az Isten által elrendeltség helyét átveszi a természetes tendencia és hajlamok téves érvelése, mely ugyanúgy korlátozza a különböző nemek lehetőségeit, mint egy-egy vallási dogma. Ezek eredete sokszor egyenesen visszavezethető vallási fogalmakra, máskor viszont a modern tudományos érvelése alapszik, de ugyanúgy korlátozó és a valóságtól távolálló gondolatmenet, mint elődei. A biológiára és a neurológiára hivatkozás csak tudományos köntöst ad ezeknek az érveknek, de nem mutat fel semmi újat. Bár egyes nem hívők is szeretnek hivatkozni a női és a férfi agyra, ezáltal a tudomány autoritására támaszkodva próbálják megerősíteni saját előítéleteiket, ugyanakkor ezek a fajta érvek nem hajtálók. Az agyról kompjúter tomográf által készített képek értelmezése messze menően nem annyira egyértelmű, mint ahogyan egyesek gondolják. Illetve, amit ezek a képek mondanak az agyról, sokkal inkább értelmezés kérdése, mint sem kemény tudományos tényeké. Ezért ezek értelmezése ugyanúgy az ezt végző szakértő kulturális és elvárás közegétől függenek, mint sem bármi objektív valóság lenyomatai. A nők szavazati jogáért való mozgalom során már láthattunk hasonló jó jóindulatúnak tűnő érvelést, mely a különböző nemek sajátos, különleges feladataira helyezte a hangsúlyt, annak érdekében, hogy a helyzetet az addigi korlátolt és igazságtalan állapotában tartsa. Ezért a humanisták szerint tanulnunk kell a múltból, és minden olyan érvelést gyanakvással kell szemlélnünk, mely az emberi jogok és az egyenlőség helyett különleges feladatokról beszél. Szerintük a nők és a férfiak nem úgy teljesen különböző dolgokra vágynak, hanem az alapvető emberi igényeik a biztonságra, az önállóságra és az emberi bétoságuk megőrzésére és szabad kinyilvánítására ugyanúgy jelen vannak mindkét nemben. Szerintük ezeknek az igényeknek a kielégítése Alapvető fontosságú minden ember számára, nemtől függetlenül. Ha pedig ezek hibás nemi szerepekre vonatkozó előírások miatt nem tudnak teljesülni, akkor legyenek azok az elvárások bármennyire is hagyományosak, az emberek szenvedni fognak miattuk. Egy hibás szerepelvárás akkor is káros lesz, ha történetesen nagyon régi. Vannak, akik nem tudnak azonosulni ezekkel a hagyományos nemi szerepekkel. Egyesek csupán akadályt látnak ezekben, és amint lehetőségük van, megpróbálnak kibújni ezek alól. Mások számára viszont komoly mentális egészségi kihívást jelentenek. Egy transz személy számára a születési neme szerinti elvárások és korlátozások fullasztóak lehetnek. A humanisták szerint az egyén személyes szabadságába beletartozik a saját társadalmi nemének oly módon való megélése és kinyilvánítása, ami számára emberként megfelelő és komfortos. Másmilyen viselkedése kényszeríteni, kegyetlen és sarnakoskodó. Alapvető fontosságonak tartják, hogy az egyén az egyetlen biztos élete során, amit kap, oly módon létezhessen a világban, ami önazonos és szabad. Mivel a gazdag emberek számára a szabadság minden szempontból több lehetőséget jelent, beleértve a nemi szerepek nyomasztó hatásaitól való szabadságot is, ezért a humanisták szerint fontos, hogy a társadalmi nemet érintő kérdéseket az alapvető emberi jogok kérdéskörébe soroljuk, nem pedig extra vagy luxus kérdésként kezeljük. Szerintük az egyén nemi identitása alapvető építő eleme a személyiségének, és éppen ezért meghatározó abban, hogy milyen módon létezik a világban, illetve milyen életminőséggel rendelkezik élete során. Mivel humanisták számára a legfontosabb, hogy az emberek boldogan és önazonosan tudjanak létezni a világban, mert azt gondolják, ekkor van lehetőségük valóban kapcsolódni a többi emberhez, és biztosítani a teljes, boldog életet számukra, ezért a társadalmi nem és a nemi egyenlőség kérdéseit kikerülhetetlennek tartják. Kevésbé fontosnak tartják, hogy ki milyen módon azonosítja magát ezen belül, de lényegesnek tartják, hogy ebben az illető maga szabadon dönthessen. Vannak, akik szerint ez egy amolyan modern hóbort, ami napjaink hanyatló árkölcsének egyik rossz következménye. Azok, akik ezzel érvelnek, még csak nem is szükségszerűen vallásos emberek, hanem egyszerűen egy szűk és korlátott képet fogadnak el. Vannak, akik nem csak személyes szintű problémát, hanem egyenesen a teljes társadalmat veszélyeztető gondolatot látnak ebben. Bizonyos szinten ez igaz is. Bárha társadalom alatt egy szigorú szabályok által fogva tartott emberi csoportot értünk, nem pedig egyének önkéntes és harmonikus közösségét. De a nemi identitás sokfélesége nemhogy új gondolat, hanem nagyobb múltra tekint vissza, mint a jelenleg hagyományosnak tartott nemi szerep felosztás. Gondoljunk itt az amerikai őslakosok közti két lelkű személyekre, akiknek varázs előtt tulajdonítottak, vagy akár az indiai hitsrákra, akik termékenységet hozó rituálékban szerepelnek. Ezek ismertségét és elfogadását sok esetben pont a nyugati kultúra hatására kezdték korlátozni, mindaddig részét képezték a társadalomnak. Ezek a társadalmak pedig nemhogy nem omlottak össze, hanem mindaddig teljesen jól működtek, amíg egy külső, kényszerített szabályrendszert nem vezettek be. Egyesek tartanak attól, hogy a társadalmi nem fogalma valahogy eltörölni a saját nemi identitásukat. De a humanisták szerint épp ebben nyilvánul meg a kényszerített és szabályok által behatárolt lét által okozott kár. Mert ez azt tükrözi, hogy egyesek csak azt tudják elképzelni, hogy nem a jelenlegi, hanem egy másik, számukra idegen és ezért ijesztő szabály lépne érvénybe. Miközben a szabadság és az elfogadás ennek épp az ellenkezőjét jelenti. A nemi identitás, szabad megélése és a nemek közti egyenlőség épp annak a szabadságát garantálja, hogy az légy, aki vagy. Ha pedig minden ember egyenlő és mindenki értékes, akkor hátrány sem származik sem egyik, sem másik nemhez való tartozás miatt. Tehát ez a félelem alaptalan. Félni csak akkor kell, ha egyenlőtlenség van, és valaki más felé billen a mérleg. Az egyenlőségben viszont mindenki a saját maga által meghatározott határokon belül lehet szabad, és lehet önmaga.